Ünnepélyes zászlóbevonulással kezdődött a megemlékezés a Városi Iskola tornacsarnokában. Ez a létesítmény is jelképe lehetett a fejlődésnek, amelynek eredménye lett a városi rang megszerzése. A település polgármestere úgy fogalmazott, a városlakók összetartó ereje élteti őket. Talán a közösség ereje az, ami egy várost életre kelt. Tehát lehetnek fejlesztések, lehetnek beruházások, építhetünk utakat, iskolát újíthatunk fel, de ha azt nem tudjuk megtölteni lélekkel, nem tudjuk megtölteni emberekkel, akkor az mit sem ér. Mi itt Nyírbogáton, és én, mint polgármester, talán azt tartom a legnagyobb eredménynek, hogy mi városok lettünk, hogy egy vonzó településsé váltunk a környező települések között, és elmondhatjuk, hogy ma már egyre több fiatal itt képzeli el a jövőjét, mert számára ez a hely vonzó lett. Tánccal, zenével köszöntötték az egyéves évfordulót. A rendezvényen Pap Zsolt György, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára azt mondta, a térségben folyamatos a fejlődés. Ahogy haladunk az országba, településről településre láthatjuk ennek a elkötelezett munkának az eredményét. És büszkék lehetünk, merem mondani, mint ennek a választókerületnek lakója, büszkék lehetünk arra, hogy tudunk együtt gondolkodni, hagyományokat tisztelni, értéket teremteni. Talán ezek a legfontosabb ismérvei a magyar embernek és a szabolcsiaknak. Bármennyire is nehéz időket élünk, mert az aszály olyan aszály sújtja az agráriumot, amire talán soha nem volt példa. Vagy ember emlékezet óta nem volt talán arra, hogy a szomszédunkban háború dúl. Hogy olyan energiahelyzet alakul ki, ami valóban megnehezíti mindannyiunk életét. De kell a mindennapokban egy olyan időpillanat, amikor megállunk és visszanézünk, és kiértékeljük. Ez az a nap Nyírbogáton, ami alkalmassá teszi arra, hogy kiértékeljük az elért eredményeket, és örülni tudjunk egymásnak. Ezért kívánom, hogy sok ilyen alkalom legyen Nyírbogát életében, sokszor lehessen szalagot vágni a fejlődésen, nem csak Nyírbogáton, hanem a környéken. Az ünnepségen felszólalt Soltész Miklós államtitkár is, aki hosszan sorolta azokat a fejlesztéseket, amelyeket a város az elmúlt időszakban megvalósított. Érdemes volt 8 évvel ezelőtt összefogni sok-sok mindenért. Útfelújítások történtek közel 2 milliárd forintért. Gyermekeket, fiatalokat, az őket szolgálókat, így a családokat is nagymértékben segítette sok-sok beruházás. Gyermekvédelmi központ, bölcsöde, védőnői szolgálat, óvoda, biztos kezdett gyerekház, iskola, és ez a csodálatos tornaterem, melyet sok-sok település megirigyelhetne. Valami már elkészült, megépült, valami pedig még most is építés alatt áll. Mint ahogy az energetikai beruházások, melyre sajnos még inkább oly nagy szükség van a mai világban. Közmű és vízcsatorna beruházások, és ami legalább ilyen fontos, az idősellátás, a szociális területen lévő beruházások, de hogy beérkeztem a városban, örömmel láttam, hogy az egyházi beruházások is fontosak, hiszen szépülő, illetve épülő templomok mutatják ennek a kisvárosnak az erejét. Elismerést vehetett át az ünnepségen Úsz Illés, a Technológiai és Ipari Minisztérium kabinetvezetője, a Megyei Fejlesztési Ügynökség és a Kölcsey Televízió ügyvezetője is. Azt gondolom, hogy egy ilyen díj az általában egy közösségnek a háláját fejezi ki, valami olyan munkáért, amit egy ember egyedül biztos, hogy nem tud elvégezni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a díj az én személyen keresztül, ugyanaz én nevem áll rajta, de az én személyemen keresztül annak a közösségnek is szól, amit én képviselek, legyen ez szó akár a megyei televízióról, vagy akár a megyei fejlesztési ügynökségről. És hát természetesen büszke vagyok arra, hogy ennek a csapatnak a tagja lehetek, és elismerték azt a munkát, amit végzünk a megyért. A térség országgyűlési képviselője, aki korábban 2001 és 2014 között polgármestere is volt a településnek, úgy fogalmazott, a kormányzat és az önkormányzat minden nap azon dolgozik, hogy könnyítsen a városlakók életén. Én a legbüszkébb arra vagyok, hogy Magyarország annyit fejlődött az elmúlt néhány év alatt, mint sohasem, és ennek részese a választókerület, a 33 település, és részese Nyírbogát is. És ezzel a fejlődéssel tudjuk szolgálni az itt élőket, tudjuk
az életüket egy kicsit könnyebbé tenni, hiszen ez a politikának a lényege, hogy kedvezzünk a közösségeknek, hogy könnyebb életük legyen, és az élet megpróbáltatásain túl tudjanak lenni. Nyírbogát egy éve város. A településen 3100-an élnek.